Sziasztok! Most csinálok egy, hát tulajdonképpen a hagymás burgonya salátán van a hangsúly, de hát egy ilyen bécsi szeletet, amit most nem borjúból fogok csinálni, hanem ugyanúgy karajból, tehát valójában rántott hús lesz, ecetes hagymás burgonya salátával, mert igazán ugye ennek a Wiener Schlitzennek a lényege, hogy köretnek ilyen hideg, hagymás, olajos, burgonya salátát adnak. Úgyhogy ez most 30 deka lila hagyma volt. Ezt szépen összevágtam. Azért ezzel kezdek, hogy legyen egy kicsit ideje a sónak, meg az ecetnek megszívni. És erre teszek bőven, tehát most teszek rá 2 teáskanál sót. Mindig a duplája mennyiségű cukrot szoktam, tehát akkor 4 teáskanál cukrot, és most ilyen 20%-os ételecetből teszek rá 1-2-3 kanállal. Nagyon fontos, hogyha burgonya salátát csináltok, ott túl kell ízesíteni. Tehát a burgonya az annyit magába tud szívni a ecetes cuccból is, meg a sóból, mindenből, hogy egész egyszerűen azt így az alap levet úgy mond, az sokkal erősebbre kell csinálni, mint amit mondjuk egy ilyen uborka vagy paradicsom salátánál csinálnátok, és akkor még extra szűz olívaolaj is megy bele. Abból is teszek bele egy 3 evőkanállal legalább. Ugye ez ízesíti is, tehát azért jó, hogyha extra szűz. És azért kezdem ezzel, hogy ezt így elkeverem, hogy a hagymát már elkezdje az ecet meg a só megszívni. Ezt egyelőre így hagyom. És ez most így pucolva, ez 1 kg 30 deka főtt burgonya. Ezt héjába megfőztem úgy, hogy épp hogy ellepte a víz, és 2 teáskanál só volt rajta. Tehát sós vízbe főztem már a burgonyát is, hogy legyen íze, és akkor hát ezt fölkarikázom, ha ilyen nagyon nagyok, akkor félbevágom, és ilyen fél centi vastagságú karikákra, ez most már ugye ilyen ki van hűlve, tehát ilyen szobahőmérsékletű, ezt most szépen az egészet felkarikázom, és visszafogom ide a pazékba, mert ez tökéletes lesz arra, hogy megkeverjem benne, na most fölvágom ezt az egészet. Na és amíg összevágtam, nézzétek meg, hogy már el is kezdett elolvadni ugye az összes cukor meg minden, és már most ennyi levet engedett a hagyma is, aminek ugye fontos szerepe van, hogy a lébe belekerüljön jól a hagymának a íze. Most teszek rá még egy, hát nekem van ilyen vágott mirelit, de egy jó nagy csokornyi petrezselyem zöld, az teszek is bele 2 evőkanállal. Tehát, hogyha veszitek és ilyen kisebb, akkor inkább 2 csokorral tegyetek bele. És akkor beletettem 3 deci vizet öntök hozzá, mert én nem szeretem az ilyen vizes leveket, de sajnos ez a krumpli, ez ugye annyira, megint csak azt mondom, hogy megszívja magát, hogy itt nem árt, hogyha van rajta egy kevés. És a lényeg, hogy most kell megkóstolni először. És egy ilyen jó is lesz. Egy ilyen nagyon erős, nagyon intenzív, tehát kellemetlenül ecetesnek, sósnak és édesnek kell lenni. Ahhoz képest, mint mondjuk, ahogy egy uborka salátát csinálnátok. Ez nagyon fontos. És most ugye ráöntöm a krumplira, elkeverem, visszateszem majd ebbe az edénybe, és a másik nagyon fontos dolog, hogy legalább 4 órára, de inkább 6 órára ezt hűtőbe kell tenni, hogy legyen ideje a krumplit átjárni ennek a hát, marinádnak, vagy ecetes lének, teljesen mindegy, minek mondom. Itt visszateszem, és beteszem a hűtőbe, és majd amikor csinálom a rántott húst, ugye akkor fogom csak előszedni.
És hát a következő lépés az a hús előkészítés, amit csak fölvágok és kiklofolok, meg lesózok előre. Annyi, hogy ugye a borjú bécsiből, tehát a borjúból szokták csinálni a bécsit és úgy ezt a salátát, de hát a legtöbb magyar háztartásban karajból készítik. Ami a pekjem, ezt most már egyet lehátkáztam, hogy ilyen kis vékony karajt kaptam, mert a bécsinél ugye szokták, hogy hát óriás bécsi szelet. A bécsi szelet vendéglőnek volt a séfje az egyik barátom, hát ott akkora húsokat csináltak, hogy elképzelni nem tudjátok. De ilyenkor lehet így trükközni, ha esetleg szeretnétek ilyen nagyobb húst csinálni, hogy ilyen nyitott szereteléssel, ilyen pillangó alakba, csak ilyenkor vigyázni kell, hogy a szélre ne nagyon legyen szétvágva, így meg lehet így két oldalról nyitni így a húst, és akkor csak annyira kell itt a széleket megvágni, hogy ne legyen, látjátok, itt meg kicsit belevágtam, hogy ne nagyon menjen szét, és akkor szépen óvatosan el lehet kezdeni ugye így megkroffolni, akkor forgatjátok, és akkor ilyen lehet csinálni egy nagyobb szeletet a mondjuk három felé elvágott húsból, ezt most így óvatosan szétkloffolom. Na látjátok, és így ha ki van kloffolva, ilyen simán a tenyeremnél nagyobb szelet hús lesz, most ha ez még vastagabb lett volna, akkor ilyen, tehát egy tányér méretű húst röhögve lehet csinálni, de mi itthon nem szoktunk ekkorákat rántani, hogy kényelmesen elférjen. Ezt csak azért mutattam meg nektek, hogy így lehet jó nagy szeletet csinálni, hanem most még így fölvágok egy pár szeletet, kiklofforom, és simán csak lesózom, és beteszem a hűtőbe. És amikor közeledik a vacsoraidő, a szokásos módon, amit már jó sokszor megmutattam, lisztbe, tojásba és zsemlemorzsába kipanírozom a húst, és ugye annyi trükk van, hogy a egyik kezemmel csak a lisztbe és a zsemlemorzsába nyúlok, az ugye ezzel, a másik kezemmel megfogom a nyers húst, azt teszem ugye a lisztbe, és onnantól kezdve ugye megint már csak a száraz kezemmel nyúlok hozzá, és akkor itt megint ugye a nedves kezemmel nyúlok, és akkor így el tudjátok kerülni, hogy a kezeteken ilyen nagy bumszli legyen. Most ezeket kipanírozom, és forró olajba kisütöm. És már csak egy fontos dolog van, de majd belinkelem a rántott karajos videót, mert ott többet beszélek a húsról, hogy átteszem a legerősebb lángomra bőolajba, és egyszerre, és amikor már jó forró, akkor kezdem el beletenni a hússzereteket, és egyszerre csak annyit, ami nem hűti vissza az olajat. Jó? Na most ez a mennyiség, ez látjátok, ez a nagy lángom, most bele tudok tenni három szeretet, de egyből kezdjen el sülni, és ne is hűtse vissza, ne tudjon leállni a sülés, mert akkor megszívja magát olajjal, meg kijön belőle a húslé, és rágós lesz. Jó? Most gyorsan, pikpakra megsütöm, de majd a rántott karajos videót belinkelem, és abból mindent tudtok. Most meg észre sütöm, és akkor tárolom is a kaját. Na és már csak egy jó tanács, hogy ilyen tésztaszedő kanállal szedjétek a salátát, hogy azért ne álljon a víz a, vagy hát a salátaedzetben a cuccos. Van, aki még tesz rá citromot, de én nem szoktam, és hát akkor a nap fénypontja. Hát... Maradjunk annyi, hogy osztránk szomszédaink azért tudnak valamit. Úgy elkészítve a krumplisalátam, Isten király császáj, ugye a rántott hús meg együtt vele, megint nagyon-nagyon finom, egy ilyen könnyű nyári kaja, de mégis tartalmas, laktató, bátran készítsétek el. De már rántott húsról linkelek be egy videót, hogy részletesebben elmondom, hogy kell sütni, de itt a lényeg ezen a krumplisalátán volt, mert ettől lesz bécsi szelet a bécsi szelet, hogy ilyen ecetes burgonyos saláta és borjúból kéne csinálni, de hát mi itt Magyarországon rendszerint karajból szoktuk, mert még hozzájutni is nehéz a borjú húsból. Úgyhogy mindenki bátran próbálja ki. Nagyon finom, jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!